Nem volt ez az ebéd, akkor nem tudom, hogy élnénk. Van még két kreditém, 8000 a nyugdíjam, hogy éljek. Ünnepem nem lesz, olyan nap lesz, mint a másik. Azt teszek, mint másik nap. Ebből, ami marad, beosztom szombatra, vasárnapra is. És kézem nem marad. És mennyire elégedett egyébként az itteni ételekkel? Milyen gyakran járni? Az ételekkel még kell elégedni, mert mindent megeszek, mert más nincs. Én meg vagyok elégedve, de ha nem volna, még rosszabb volna. Mióta jár ide, milyen gyakran jár? Hát 3 éve körülbelül, hogy ide járok, mert akkor nem volt 2 éve se ármam, se vizem, és az véget kapom. Na, az valahogy meggyőd, de akkor is húzzák le a kreditet, én nekem marad is, meg nem is, akkor kifizetem a telefont, meg kifizetem a szemetet, vizet is, marad is, meg nem is, meg a javítások mindig, úgyhogy nullan marad. Ünnepekkor jobban felfigyelünk a szegénységre, ilyenkor az emberek többségét érzékenyebben érinti a nincstelenség látványa. Sokan vannak, akiknek a mindennapi betevő falatra sem telik. Kevés a nyugdíjam. Hossza. Meg hát örülök, hogy ezt is kap. És soknak is kellene ez. A tojás és a hús megdrágult az elmúlt 1 évben. Ennek ellenére, aki csak teheti, megveszi a családjának mindazt, ami a hagyományos húsvéti menühöz szükséges. Egy 4 tagú család számára legalább 1000 dinárba kerül a vacsora, ha mindenből a legolcsóbb terméket választják. Akadnak azonban olyan családok, akiknek még a legolcsóbb élelmiszerre sem telik. Már a kenyeret átszámol, és minden nap egy meleg étel nagyon sokat jelent, nagyon sokat jelent. Úgyhogy 3-ra viszem. Van egy kiskorú lányom, a feleségem egy kicsit beteg, idegileg, és a kiskorú lányom az középiskolás, szociális segélybélek, és nem tudom, azt én magam is kérdezem többször, hogy miből is iskoláztatom a gyerekemet. Úgyhogy kitűnő tanulom. A The New York Times arról számolt be a napokban, hogy Európa szerte egyre nő az úgynevezett dolgozó szegények száma, akik annak ellenére sem tudják biztosítani megélhetésüket, hogy munkahelyen rendelkeznek. Szerbiában ennél is rosszabb a helyzet, ugyanis 3 év alatt 260 000-rel növekedett a munkanélküliek száma. A 7 milliós országban alig több mint 1,5 millió ember dolgozik. Jelenleg a munkaképes lakosság 45%-a dolgozik. Ez az átlag Európában 64%. Nem engednek dolgozni a városba. Én zenész vagyok. Egyszerűen oda jön a kommunálna, és azt mondja, hogy nem szabad muzsikálni. Én hegedűs vagyok. Nem engedik, hogy muzsikáljak kint. Sokak számára gondot jelent a mindennapi élelem beszerzése. A meleg falatokról nem is beszélve. Szabadkán a népkonyha ingyen ebédet oszt az éhezőknek. Nálunk 75 porció van itt a mi újfaluhelyi közösségünkben. Hát van, akinek 5, van, akinek 4, van, akinek 3 porció, van, aki 1 porciós, úgyhogy nem minden személy jön el, hanem a családból valaki. És melyik korosztály érkezik? Vegyes a korosztály, vannak fiatalabbak is, középkorosztályok, vannak idősek is, tehát vegyes a korosztály. Azokban benne vannak természetesen a sok családosok, ahol van 4-5 gyerek is van, amelyik családban van. És munkanélküliek, szinte mindenki munkanélküli, vagy egészen nagyon pici nyugdíjjal rendelkeznek. Sajnos ez van. A szabadkai népkonyhán a tavalyihoz képest egyre több család étkezik. Az eddigi 1000 helyett most 1200 adag meleg ételt osztanak szét naponta a város területén. Jaj, cérka, Szuzana, ona is to dobije ručak tu i mali David, njen sin. Pa zadovoljno sam, ovo sve što se dobije, ja sam zadovoljna. Kao sirota nije, nemam ništa drugo onda. Zašto ne bi bila zadovoljna sam, kad dobijem, barem. Sokan nem mutatják meg arcukat, nem is szívesen jönnek, de a kényszer nagy úr. Ne bi došla tu, da možem preživit. A odice ne možem, kad mi zepne radi. Edino kérka, a Jani imádu nyilvú paradicu, ne? Néhány hajléktalan is itt teszik, mondja a konyhán dolgozó vörös keresztes önkéntes. Számukra ez az egyetlen biztos betevő falat minden nap. Mióta jár ide, és milyen gyakran? Minden nap.
Mióta? Ma 10-10 éve. Egyedül saját magának viszi, vagy? Az apukámnak is, meg nekem is. És mekkora segítséget jelent ez az ebéd? Sokat, sokat jelent. Mennyire elégedett? Bírnak jobban is, de jó így is. Jó így is. Meg a jövő pénteken is. Jogoszláva. Ünnep alatt. Kenyérkét odaadtam, ugye? Igen. Tessék, egészségünkre és kellemes ünnepeket. Viszont kívánok.